Egy felpéci a meséi, avagy további élő tárgyak a felpéci tájház gyűjteményében címmel rendezett időszaki kiállítást a felpécét alapítvány, amit felpécen, gyömörén, valamint győrben két oktatási intézményben és Budapesten a polgárok házában láthattak. Egyszer régen, nagyon régen. A felpéci nemes Pintek János házépítésbe fogott. Otthona már nem áll. De az egykori mestergerenda majdnem két évszázad múlva újra előbukkant. Ha ide ö, tekintetek erre a felére, itt látszik, hogy ez valamikor, ez az ajtótoknak a belső geréptok része, ez valamikor egy mestergerenda volt. Ugye, amikor ezt a házat többször átépítették, akkor mikor a mestergerenda is, ö, mint tartó funkciójú ö, elem, kikerült a házból, jó anyag lévén elhasogatta a, Mesterember, és készített belőle egy geréptokot, jött az asztalos mester ilyen filungosan, szépen, ugye itt, a, itt volt ez a filungos része, beburkolta, és el is tűnt a világ elől, a külső szemek elől. Ez a valamikori mestergerend, 1835-ben készült, és ezt a családot szolgálta mestergerendaként, utána ajtótokként. A magyar parasztember nem dobott ki semmit. Mai szóhasználattal élve újra hasznosított mindent, amit tudott. A hagyomány tiszteleten túl ezt is üzeni az eldobhatóságra épülő mai kor emberének ez a kiállítás, aminek a törzsanyagát az egykori kelengyés ládákból lett bútorok adják. A pecsétnyomójukat, a pénzüket és egyéb fontos iratokat, a birtokai kiratait, azt ilyen ládába tették, két zárra rá is ö, zárták jól, és természetesen... Ö, Hát szerelmes emberek is laknak itt a Sokoró alján, úgyhogy szerelmi ajándékként kerülhetett ez a másik szépen festett kis ládikó felpécre, mert ugye azt nem mondtam el, hogy ezek a ládák, de majd hogyha elolvassátok a szöveget itt mögöttem, ami van, akkor megtudhatjátok, hogy ezek a ládák Komáromba készültek. Komáromba pedig ugye a Kárpátokból jött le az a jó minőségű anyag, amely a ládák anyagát képezte, tehát az a kárpáti fenyőkből fűrészelték ki a deszkát, és abból készültek a ládák. Tehát ezt a jó anyagot ö, itt felpécen nem dobták ki, nem lett belőle csibe nevelő láda és egyéb, amikor már kiment a láda a divatból, és ugye a szekrény lett helyette, hanem két-három asztalos mester is lakott a 19. század végén, 20. század elején felpécen, és a helyiek felteltőleg és az asztalos mesterekkel egyetemben úgy gondolták, hogy ezt a jó anyagot nem dobjuk ki, és oldalára fordították, és abból lett ez a, most itt ugye négy darab látszik, de még van felpécen több is belőle, ez az oldalára fordított nagyra nőtt éjjeli szekrény, vagy más néven ott csak kászlinak hívják, van amelyiket konyhakászliként, van amelyiket a szobába kászliként használtak. A konyhába általában lisztet tároltak benne, hát a, a szobaiba pedig ugye fiók van benne, abban mindenféle apróság belefér, lejjebb pedig akár cipőt, akár ruhaneműt bele lehetett tenni, vagy iratot, könyvet, bármit. Felpécen 1870-ben készült az a faragott tulipánokkal díszített sarokpad, ami akkoriban Győri Erzsébet hozománya volt. 80 évig szolgált, aztán vastag deszkáiból stelázsi, azaz polc készült az éléskamrába. Nem dobták ki ezt a törött teljes köcsögöt sem, hanem kikeverték benne a szőlőműveléshez használt résztartalmú permetezőszert. Ilyen és ehhez hasonló meséket ismerhetnek meg a tárlatlátogatói. A kiállítást elsősorban általános iskolásoknak szánjuk, de lehetőség van kisebb gyerekeknek, óvodásoknak is a megtekintésére, mert néprajzosunk tudja ezt úgy tálalni, meseszerűen, mivel hogy a kiállítás címe is egy felpéci mestergalenda meséje, hogy ez a gyerekeknek, óvodás gyerekeknek is befogadható, érthető legyen, és esetleg a későbbiekben profitálhassanak belőle. A kiállítás a Nemzeti Együttműködési Alap működési és szakmai pályázatai segítségével önrészbiztosításával jött létre. Előzetes bejelentkezést követően megtekinthető a Felpéci Tájházban.